Üdvözöllek a C programozási nyelv használatát bemutató videósorozat következő részében. Ebben a részben egy új változó típussal, pontosabban két új változó típussal fogunk megismerkedni. A változó típus, amire mutatom, egy változó típus, az valójában a karakter típusú változó. A második változó az ennek az úgynevezett tömbös formája, amit a C-ben egyedül ennek van külön neve, a tömbös verziójú, tehát összetett változók körében, ezt pedig úgy hívják, hogy string, karakterlánc, vagy egyszerűen szöveges változók. Na akkor kezdjük az egyszerű dologgal, nézzük a karaktereket. Elindítom a codeboxot, és a codeboxba definiálni fogok egy egyszerű elemet. Na meg is van. Létrehozunk egy új projektet, ugye a szokásos úton, és ennek a neve string lesz, aztán majd megmondjuk, hogy legyen karakterek, és akkor nincs gond. Karakterek, így, és akkor mindenki belefér. Jó, no, meg is van ugye akkor az alap kódunk. Ugye a szokásos módosításokat elvégezzük. Na, gyere már ide. Szokásos módosításokat elvégezzük benne. Ugye ezt innen kivesszük, és ezt meg zárójelbe tesszük, így. Na nézzük, miről beszélünk. Tehát amikor arról beszélünk, hogy karakter típusú választó, változó, akkor még mielőtt ezt megnézzük, hogy ennek a változó típusnak, ugye perennel kiírjuk a, azt mondja, hogy karakter mérete, és akkor ide százalék D-vel kiírjuk a size of, és a típusa ennek a változónak kar. Ugye van az int, van a long, van a double, stb. Stb. Ezt úgy hívják, hogy kar. Tehát egyetlen karaktert tárolni képes változó típus. Definiálni például úgy lehetne, hogy kar C. Ezáltal létrehoztam egy C nevű változót, ami egy karakter tárolására alkalmas. Nézzük, mekkora egy karakter. Ugye nem túl bonyolult a feladat, és ennek ellenére sikerült problémákat okozni, mert hogy a size of az ugye long-long típusú eredményt ad vissza, én akkor viszont ugye ezt integerré módosítom a százalék D miatt, illetve hogy azt is megtehetném, hogy ide azt mondom, hogy LD-ként írjuk akkor ki, és akkor innentől kezdve. Na, mi bajod van még mindig? Ja, ez long int, ja, az meg long-long. Bocsánat, akkor maradunk annál, hogy integerre definiáljuk, hogy szkasztoljuk így. Na ugye szól, hogy a C nincs felhasználva, de hát ez minket nem érdekel. Futtassuk le, és itt is van az eredmény. Tehát a karakter mérete egyetlen egy valami. Micsoda? Hát ugye értelemszerűen számítás technikában az adattárolás alapegysége a byte. Tehát magyarán szólva a karakterünk egyetlen byte tárolására alkalmas valami. Hát hogyha toppon vagyunk, és már miért ne lennénk toppon, ugye hát elvileg emelt szintű érettségére készülünk, akkor ismernünk kell azt a fogalmat, hogy ASCII kódtábla. Ugye az ASCII kódtábla, és akkor a Wikipedia verzióját nyissuk meg. Az ASCII kódtábla tulajdonképpen nem más, mint egy információ kicserélésre szánt kódtábla, kódkészlet, jelkészlet, ami alapvetően a számítástechnika származásából következően az angol ABC betűit tartalmaz, így gyorsan fel is nyitom nagyba ezt a táblázat, az angol ABC betűit tartalmaz, a kisbetűket, nagybetűket, ugye A-tól Z-ig a nagybetűk, kis A-tól kis Z-ig a kisbetűk, egy csomó írásjelet és műveleti jelet, illetve ezek a halvány lilás hátterű, és még itt a del is ebbe a kategóriába tartozik, ez a halvány lilás hátterű elemek, ezek pedig úgynevezett vezérlő elemek. Jó, tehát ezek azok, amik az ASCII kódtáblában benne vannak. Na most ezzel csak egyetlen egy probléma van, hogy ez ugye 16-os számrendszerben van itt kódolva a széle, tehát 0-0-tól 7F-ig tartanak a kódok, ugye ez azt jelenti, hogy ez 128 darab, ugye a 7F az a 127-nek a decimális 127-nek a hexadecimális kódja, tehát 0-0-tól 127-ig tartalmaz kódokat, tehát ez 128 darab kód magyarán szólva. Ebből következik, hogy ha 128 darab kód, hogy akkor ez a byte-ban tárolható variációknak csak a fele. Mi van a másik felével? Ugye a másik fele az tulajdonképpen az úgynevezett kibővített kódkészlet, és akkor gyorsan mindjárt keresünk egy olyan
képet, amire kicsit képbe kerülhetünk ezzel a kibővített kódkészlettel kapcsolatban. Na, itt is van egy ilyen tábla, ezt gyorsan meg is nyitom. Na, lehet, hogy képként jobban jártam volna, kép megnyitása, így mi, az már nyitva is van. Na, nézzük. Ugye itt egy picit több információ van, és nem hexadecimális kódok vannak hozzárendben, hanem decimális kódok vannak. Tehát ugye megbeszéltük, hogy akkor az első 127, illetve 128, tehát nullától, ugye itt a 126, hát ugye innen a 127-et áthozom ide, akkor itt meg is van a 127, és akkor látszik, hogy 1, 2, 3, 4x32 darab kódról beszélünk, hát 4x32 az pont 128. És itt már az is látszik, hogy mik voltak ott azok a halvány rózsaszín hátterű, vagy halvány lila hátterű kódok. Ezeket úgy hívják az ASCII kódkészletbe, hogy ez az úgynevezett kontroll vagy vezérlő karakterek. A 127-es DEL is ebbe a csapatba tartozik. 32-től 126-ig pedig az úgynevezett nyomtatható, látható karakterek tartoznak. Ezek azok, amik az angol ABC betűi. Tehát ez és ez a táblázat együtt képezi az ASCII kódtáblát. Az úgynevezett standard ASCII kódtáblát. Tehát ez csak 128 elem. A második 128 elemre is van egy javaslata az amerikai szabványügyi hivatalnak. Ez pedig az úgynevezett extended, vagyis kibővített kódkészlet. A kibővített kódkészlet jellemzően nemzetiségi karaktereket tartalmaz, tehát a különböző nemzeteknek a karaktereit, és ha jól megvizsgáljuk ezt a kódkészletet, akkor láthatjuk, hogy itt van a mi A betűnk, a hosszú I-nk, a hosszú O-nk, a hosszú U-nk, itt van valahol az E betűnk, ugye itt is van 130-nál, itt 129-nél itt van az U, ugye mi az, ami még hiányzik, van egy hosszú O-nk a 228-on, aztán mi van még itt, és 148-on itt van az őnk. Hát igazából egy darab betűnk hiányzik, ami sajnos nincs meg ebben a nemzeti karakterkészletben, vagy nemzetközi karakterkészletben, ez pedig a mi hosszú űnknek megfelelő kód, tehát az nem része ennek a kódkészletnek, sajnos. No, nézzük, hogy akkor egyáltalán miket lehet csinálni egy ilyen karakterrel. Ha én most elindítom a Windowsban a DOS ablakot, és ugye itt használva ezt a kódkészletet, azt mondom, hogy ezt a 130-as kódú karaktert szeretném leírni, akkor ezt megtehetem, méghozzá úgy, ezt úgy hívják, hogy alt kódok, tehát lenyomom az alt billentyűt, és a numerikus billentyűzeten begépelem, hogy 130, majd elengedem az altot, és lőncs oda itt az E. Vagy a 160-ra ugye jön az A betű, a 148-ra jön az Ö betű. Tehát látszik, hogy ezek a kódok, amik itt találhatók, ezek a kódok valójában az szöveges felületen, a Windowsnak a szöveges felületén működnek. Ugye a szöveges felület a régi DOS-nak valamilyen szinten való megfelelése, bár a 64 bites Windowsban itt már azért komoly eltérések vannak, de a lényeg az, hogy ez nagyjából ez a karakteres felület az ASCII standard és az ASCII kibővített kódkészletet használja a megjelenítésre. Igen ám, ezzel csak egyetlen egy apró kis probléma van, hogyha én azt mondom ennek a C-nek, hogy oké, a C változó legyen egyenlő, ha karaktert, kódot, illetve egy karaktert akarok hozzárendelni egy adott változóhoz, akkor vagy azt mondom neki apostrofok között, hogy akkor te legyél ugye nem idézőjelek között, az idézőjeleket a szövegek, illetve a stringek számára fogja majd fönntartani a C. Így tulajdonképpen ezért hívjuk ezt a részt formátum stringnek, mert hogy igazából ugye ez egy idézőjelet közötti szöveg, és ebben vannak úgynevezett vezérlő karakterek, mint például a peren, vannak sima szövegek, itt például a karakter mérete című szövegünk, a pontos vesz, vagy a kettős pont a szület, és vannak úgynevezett formátum leíró kódok, mint például a százalék D. Ha én magát a karaktert szeretném megjeleníteni, akkor semmi gond, ugye azt mondom, hogy százalék C, mert ugye a százalék C jelenti a karakter kiírási formátumot, és egyszerűen a C betűn, vagy a C változónak az értékét így megjelenítem. Tehát definiáltam egy karakteres változót, neve C, ehhez a C karakteres változóhoz hozzárendeltem egy karakterkódot, az A betűjét, és megjelenítem ezt a képernyőn. Na nézzük, mi történik, ha ezt én megcsinálom. Hát mi meglepő, valóban megjelent az A karakter.
Mi van abban az esetben, ha én nemzetközi karaktert akarok megjeleníteni, ugye a billentyűzeten megjelenítem az E betűt, ismét lefordítom a programot, nincs semmi probléma, és el is indítom. Egy apró kis problémám van, hogy ez abszolút nem E betű. Mi ennek az oka? Ennek alapvetően az az oka, hogy ha megnézzük jelen pillanatban a CodeBlocks-ot, akkor a 1250-es kódkészletet, a Windows 1250-es kódkészletet használja a CodeBlocks a karakterek kódolására. Tehát nem az Extended kódkészletet, hanem az úgynevezett Windows 1250-es kódkészletet. Na nézzük, mi ez a Windows 1250-es kódkészlet. Akkor erre gyorsan rá kell. Azt hiszem, Windows 1250. Így. Na nézzük. Hát, ha találunk valami furmányosabb, jópofa kinéző kódkészletet. Hát, ez itt viszonylag egész jó névnek néz ki. Kérdés, hogy ez a 1250-es kódkészlet E. Hát első körbe higgyük azt, hogy ez az, jó. Hát nem túl nagy, azt mondja kép megnyitása új ablakba. Hát megpróbálok keresni egy nagyobbat, amiben jobban látszanak esetleg a karakterek. Hát nézzük ezt. Vagy ezt. Mindjárt kiderül. Na ez viszonylag jól néz ki, nézzük ezt, jó? Azt mondja, hogy kép megnyitása jobb. Így. Na nézzük. Tehát ebben a variációban, ugye itt látszik, hogy teljesen másképp vannak elrendezve a kódok, tehát ha megkeresem a 130-ast, az egy vessző valójában. Ha itt elkezdem keresni az E betűmet, mint talán mindjárt meg is, itt is van az E betűm, az E betű ez a 233-as kód. A gond az, hogy a 233-as kódon egy hosszú U van a Extended ASCII kódkészletben. Tehát ez az oka annak, hogyha én egy E betűt írok a szövegszerkesztőmbe, ami a CodeBlocks-nak a szövegszerkesztője, ami a Windows 1250-es kódkészletet használja, akkor ha ezt a programot lefuttatom, akkor értelemszerűen hosszú lesz belőle. No, ezért én azt mondtam, ugye mindjárt az elején, annélkül, hogy különösebb indoklást főztem volna hozzá, azt mondtam, hogy első körben ne foglalkozzunk a karakterekkel. Én most is ezt fogom mondani, tehát első körben majd csak olyan szövegeket fogunk képelni, amik az angol kódkészlet betűit fogják használni. Na, akkor maradjunk az A betűnél. Ugye az A betű kódja, akkor ezek szerint hozzá van rendelve a C változóhoz. Igen, ám, de én a C változóhoz másképp is hozzá tudom rendelni, és akkor ezt most itt megjegyzésé teszem. A C változóhoz az A betű kódját másképp is hozzá tudom rendelni, méghozzá úgy, hogy megkeresem a kis A kódját az ASCII kódkészletbe, ez 97, és akkor azt mondom, hogy az C értéke legyen 97. Semmi más nem változtatok, csak másképp adom meg az adott karakteremnek a kódját. Bocsit, gyorsan bezárom ezt az alkalmazást. Akkor ismét fordítunk, ismét futtatunk, és érdekes mondom, ez is az A betűt fogja kiírni. Tehát akkor ezek szerint én meg tudom adni egy karakter kódját ASCII kódként, apostrófok között, ugye egyszeres idézőjelek között, meg tudom adni decimális kóddal, sőt, meg tudom adni hexadecimális kóddal is, a C egyenlő, ugye a hexadecimális kódját egy előbbi táblázaton láttuk, elnézést, ezt bezárom, ez a Windows 250-nek a dolga volt, ez is, ez marad, na azt mondja, ezek meg a decimálisok, mindjárt visszamegyek ahhoz a táblához, ahol ugye itt is van. Na nézzük, azt mondja, a kis A betűnek a kódja, kis A betű kódja itt van, 61, tehát hexa 61. A 16-os számrendszerben lévő értéket úgy tudok megadni, hogy 0x-el kezdődik a dolog, és azt mondom, hogy 61. Tehát ezt az értéket rendelem a C-hez, nézzük, mi történik vele. Futtatás, és megint az A betű jelent meg. Tehát akkor látszik, hogy így ilyen hexadecimális formában is meg tudom adni az adatokat. Na nézzük még egy formátumot, és akkor itt tulajdonképpen utána abba is fogom hagyni. A pályánézést minden nem teszünk megjegyzést. C egyenlő 0B. Azt mondja, hogy 0,0. A 60 decimális, ez a bináris formája lesz. A 6-nak a bináris formája ugye az így néz ki. Van benne
a negyedik és a, tehát a négyes és a kettes helyi értéken egy-egy-egyes, és aztán az egy pedig ugye értelemszerűen így néz ki. Na nézzük, akkor fordítsunk egyet, így is van, futtassuk le, mi meglepő. Ez is az A betű. A C még nagyon sokféle kódolási formát ismer, epsilon kódot, stb. Stb. Én ennél többet nem akarok bemutatni, tehát tulajdonképpen, és akkor most mindegyik elől leveszem a megjegyzést, tehát tulajdonképpen ezek a kódok mindegyike azt mondta, hogy ez a karakter, ez legyen a C betű. No, a következő dolog, amit meg szoktunk vizsgálni, hogy hogy lehet egy adott adattípussal műveleteket végezni, illetve hogy lehet ilyen adattípust beolvasni, illetve kiírni. Hát, hogy lehet kiírni, azt már láttuk. Százalék C-vel lehet kiírni. Nézzük, hogy lehet bekérni. Ugye akkor én most azt fogom csinálni, hogy ezt az egészet fogom itt így megjegyzésbe tenni, így, így, tehát idáig megjegyzésbe teszem az egészet, és akkor azt mondom, hogy ide akkor csinálunk egy beolvasást. Az egész számok és a valós számok esetében mi a scanf függvényt használtuk. Ugye ahhoz, hogy adatot kérjünk be, értelemszerűen először valami információt kell megírni. Adj, bocsánat, ez kicsit más lett, adj meg egy karaktert, és ide megjegyezzük, hogy azért egy entert majd utána nyomjál, jó? Így, tehát elnézést, itt elírtam, karaktert, így, és a scan függvénnyel bekérjük. Ugye kiírni a százalék C-vel kellett, akkor értelemszerűen bekérni is a százalék C változóval kell, és ugye meg kell adnunk annak a változónak a címét, amelybe ezt be akarjuk olvasni. Így. No, tehát akkor bekérek egy változót, majd azt a változót megjelenítem. No, nézzük. Ugye fordítás, futtatás. Ugye adj meg egy karaktert, én most be fogom írni a nagy H betűt, és nyomok egy Entert, és ott van, hogy én a nagy H betűt adtam meg. Na nézzük, mi van, ha ezt még egyszer lefordítom, és azt mondom, hogy oké, okay, akkor én megadok egyetlen karakter helyett, mivel a scanf az valójában a BIOS-nak az input pufferét használja, és ő addig nem kapja vissza a vezérlést a BIOS-tól, amíg én Entert nem nyomok, vagy valami karaktert nem nyomok. Mondjuk most azt fogom csinálni, hogy ASD, és nyomok egy Ctrl-Z-t, majd utána egy Entert. Hiába gépeltem be mindenféle furmánságokat, a scanf visszaadta nekem az A betűt, és ennyi. Addig, amíg nem csinálok újabb adatkérdést, addig ezzel így meg is fogunk elégedni. Később látni fogjuk, hogy ezzel komoly problémák vannak ezzel a scanf függvénnyel, ezért majd el is fogjuk dobni. Ugye eddig a betűknél, vagy a számoknál egész jól bevált, egyébként majd most ki fog derülni, hogy hát azért ott sem teljesen tökéletesen működött, de ahogy működött, az nekünk úgy jó volt. No, tehát ennyit a karakterekről. Miket lehet csinálni egy karakterrel, tehát akkor megvan, hogy tudom tárolni, hogy tudom definiálni, ugyanúgy tudom inicializálni akár, mint bármilyen változót, tehát így nyugodtan mondhatom neki, hogy akkor oké, akkor te legyél K betű, és ha ezt a részt is itt ellátom megjegyzéssel idáig, akkor tulajdonképpen itt definiáltam egy karaktertípusú változót, adtam is neki értéket, és itt ki fogom írni. Na nézzük, ugye Ctrl-S, fordítás, futtatás, és látszik, hogy akkor a K betűt tartalmazza ennek a változónak az értéke. Na miket lehet csinálni egyetlen karakterrel? Hát először is a C-ben rendkívül sok úgynevezett bitenkénti logikai műveletet lehet végezni. Ha megnézzük a oktatási oldalon elérhető úgynevezett ANSI C referencia kártya nevű kis nyomtatványunkat, akkor ennek a második oldalán megtalálható a műveletek prioritások szerint című szakasz, és ebben alulról az 1, 2, 3, 4, 5. részben található meg az úgynevezett bitenkénti és, kizáró vagy, illetve a normál vagy. És egy picit följebb megyünk, akkor a cím alatt, hogy műveletek prioritás szerint a második sorba találunk egy felkiáltó jelet, ő pedig az úgynevezett logikai nem, a bitenkénti nem pedig a hullámos karakter, tehát ő a bitenkénti nem. Tehát tulajdonképpen van egy et jelünk, nem összekeverendő azzal az ettel, ami egy változó címét adja. Ez érdekes, hogy ez a kettő ugyanaz. Aztán van egy kalapunk, ugye ez a
Altgr és a hármas karakteren lévő kis felfelemutató kalapos háromszögünk, illetve van egy függőleges vonalunk, és van egy hullámunk. A függőleges vonal az az Alt-Gr W-vel, a hullám pedig ugye értelemszerűen az Alt-Gr 1-jel érhető el. No, akkor játszunk el egy picit ezekkel a dolgokkal. Ha már megtanultuk a bináris dolgokat, akkor azt mondom, hogy 0B, 0101, 0101. Legyen ez a kódja az én C karakteremnek. És akkor gyorsan meg is nézzük, hogy ez micsoda. Hát ez egy nagy U betű, elvileg. Na próbáljuk meg megmondani, hogy ez milyen kód. Ugye itt a fele. Azt mondja, hogy ebbe van, elnézést, 0101, itt a fele elnézést. Tehát ebbe van egy 4-es, meg van egy 1-es, akkor ez az 50, ugye eddig az 50. A másik felébe pedig szintén van egy 1-es, meg ugye van egy 4-es, meg egy 1-es, tehát akkor ez az hexa 55-ös kódú karakter. Na akkor gyorsan elmegyünk ide. Hexa 55-ös, ez valóban a nagy U. Na akkor én eljátszadok ezzel a nagy U-val egy picit, és azt mondom, hogy ne a C karaktert írja ki, hanem írja ki a C karakternek a negáltját, tehát a logikai bitenkénti nem műveletet írom elő a C karakterre. Magyarán szólva, minden bitjét megcserélek. Tehát, ami 0 volt, az 1-es lesz, ami 1-es volt, az 0 lesz. Ebből következően az 55-ből, ugye akkor a 0101-ből lesz 1010, az pedig 8 meg 2, az 10, tehát az hexa A. Magyarán szólva, ebből AA nevű karakterem lesz. Hát azzal meg egy gond van, hogy az már nem része a standard ASCII kódkészletnek. Semmi baj, van nekünk extended kódkészletünk is. Hát ugye tudni kéne, hogy akkor az AA az mennyi. Ugye 16x10 az 160, meg 16 akkor az 176. Tehát ez a 176-os kódú karakter az meg egy ilyen érdekes mintázatot fog adni. Na nézzük, hogy tényleg így lesz-e. Azt mondja, hogy fordítás, valamit elfelejtettem. Ja igen, itt tettem egy zárójelet, de nem zártam be. Elnézést. Oké, mentés. Na, még mindig nem tökéletes. Na, miért? Akkor lehet, hogy megtettem, csak itt mégis valami mégis leszette. Jó, most már akkor ez van. Oké, mentés. Fordítás, futtatás, és hát, ha nem is az, de egy ilyen valamilyen grafikus karakter lett belőle. Tehát a lényeg a következő, hogy látszik, hogy én meg tudom változtatni. Hát, mindjárt megkeresem, melyik karakter. Ez lett belőle. Hogy lett ebből 170? A-O. Azt mondja, hogy az A. Ja, az 10, most nem 16, hanem 10. Elnézés, a 170. Így van, bocsánat, elszámoltam magam. Így van, ez a 170-es kódú karakter, tehát ez a kis sarokelem, tehát a grafikus sarokelem. Tehát látszik, hogy lehet velük műveletet végezni. Na, akkor én csinálok egy nagyon érdekes dolgot. Azt fogom mondani, hogy legyen ennek a kódnak az értéke most, és akkor nem bóckodok, hanem azt mondom, hogy megadom ezt normál módon, azt mondom, hogy ő legyen a nagy A betű. Jó? És itt nem azt fogom csinálni, hogy a C-t megállom, hanem a C-t, és egy pillanat türelmet kérek, azt mondja, kell nekem ide egy másik táblázat, méghozzá ez. Azt mondja, hogy a C-t én megfogom, ugye a nagy A betű itt van, ő hexa 41. Jó, tehát hexa 41, akkor az ugye úgy néz ki, hogy 01, 00, 00, 01, ez a hexa 41. Jó, na akkor csinálunk egy kis trükköt, és azt fogom mondani, hogy ezt az értéket én megvagyolom, tehát logikai vaggyal 0B, 001, 0, 00, 00-val fogom megvagyolni. Vajon mi lesz belőle? Na nézzük meg. Elnézés, ide visszajövök a futóablakhoz, ezt lezárom. Nézzük, mi lesz belőle. Ugye futtatás, gyerünk. Egy kis A betű lett a nagy A betűmből. Miért? Hát roppant egyszerű. Ugye a nagy A betűnek a kódja az 61. Az binárisan úgy néz ki, hogy 01. Bocsánat, nem mondtam, hogy mit mondtam, az 41 elnézést. Tehát akkor az tulajdonképpen elnézést, binárisan, na, összeviszonyom magukat a dolgokat,
ő binárisan ugye 0001, tehát így néz ki binárisan, ő a nagy A betű. Én pedig azt mondtam, hogy a 0010, 0000, ez legyen bármi is, nem érdekel, hogy ez micsoda. Nézd már. Nem tudom, milyen gombot tudok megnyomni, hogy ez mindig beugrik. De ennek az eredményeképpen egy kis A betű lett, ami tulajdonképpen nem más, mint a kódja, mint a 0001. Tehát ő a kis A betűnek a kódja. Magyarán szólva, én nem csináltam mást, mint megvagyoltam logikai vaggyal. Ugye a logikai műveletek között a vagy az az a fajta művelet, ami azt mondja, hogy a műveletbe bevitt két változó, illetve két érték bitenkénti vagyolásánál egy az eredmény, ha bármelyik, tehát a két adat közül bármelyiknek a bitje egyes. Amennyiben mind a kettő nulla, akkor nulla. Tehát tulajdonképpen, amikor én összevagyoltam ezt a két értéket, akkor annyit csináltam, hogy ezt a bitet, ami itt van, ezt a bitet én itt bebillentettem. Tehát így lett nekem a nagy A betűmből kis A betű. Nézzük, mi van abban az esetben, ha én a 0110, 001, ami a kis A betű, mondjuk meg, ugye ebben az esetben ez egy vagy művelet volt, bocsit, jelzem, hogy akkor ez egy vagy művelet. Mi van, ha én ennek azt mondom, hogy ez az 1101, 1111 művelettel legyen éselve, tehát ezzel a kóddal legyen éselve. Mi lesz akkor ebből eredménykép? Na nézzük. Tehát azt mondom, hogy akkor a kis A betűből indulok ki, és azt mondom, hogy a karaktert nem megvagyolom, hanem megéselem. Tehát logikai és műveletet hajtok végre rajta, méghozzá 0-0, bocsánat, elnézést, 1-1-0-1, 1-1-1-1 értékkel fogom őt megvagyolni, ahogy ne legyen probléma, ezt így gyorsan le megjegyzésezem. Így is van. Na nézzük, megállítjuk a programot. Fordítás, futtatás és nagy A betű lett belőle. Tehát roppant egyszerűen logikai műveletekkel a nagy A betűből és egy vagy művelettel csináltam kis A betűt, és a kis A betűből egy logikai és művelettel csináltam tulajdonképpen nagy A betűt. Ugye a nagy A betűt meg tudjuk, hogy hogy néz ki így. Magyarán szólva, a logikai és művelet mindenhol egyet ad eredményül, ha mind a két műveletbe vitt érték az adott helyi értéken, az adott bitben egyest tartalmaz. Ellenkező esetben értelemszerűen nullát. Tehát azzal, hogy én ezt a bitet nullára állítottam, kikapcsoltam magyarán szólva ezt a bitet, ugye ez nulla nulla maradt, ez egyes volt, tehát marad az egy, ezt kikapcsoltam, ezt nem bántottam, és ezeket se bántottam, egyiket sem, mert hogy nálam egyes volt az és műveletben. Tehát ilyen egyszerű logikai műveletekkel például kisbetűkből nagybetűket lehet csinálni. Na erre jók ezek a logikai műveletek, erre jók maguk a karakterek, és akkor én tulajdonképpen itt ezzel ezt a videót most be is fejezném, tehát a karakterek címszó alatt első körben megnéztük, hogy hogy működnek a hogy működik a karakter típusnak a tárolása, megnéztük, hogy hogy lehet egy karaktert definiálni, hogy lehet neki definíciónál azonnal inicializálni az értékét, megnéztük, ugye, hogy hogy lehet a karakterhoz értékeket rendelni, megnéztük, hogy egyáltalán a karaktert hogy lehet beolvasni, és hogy lehet kiírni egy karaktert. Ugye eddig ezeket a függvényeket használtuk, a scanf és a printf függvényeket, ezek a standard függvények, standard adatbeviteli, standard adatkiviteli függvények, ami a billentyűzetet és a képernyőt érintő eljárások. Ugye mondtam, hogy ezen fogunk változtatni. Na ennyit a karakterekről. Ugye látjuk, hogy tulajdonképpen valójában a C fejlesztéseinknél problémát jelent az, hogy a grafikus felület az egy Windows 12 50-es kódkészletet használ, aminek a felső 128 bitje, tehát az úgynevezett kibővített kódkészlete teljesen más kódkiosztással rendelkezik, mint amivel rendelkezik a karakteres felületem, ugye aminek a kódkiosztása pedig ugye értelemszerűen megint teljesen más, ugye itt van ez az úgynevezett extended kódkészlet, ez az alapértelmezett standard kódkészlet. Tehát ebből látszik, hogy ez egy picit két elem más. No, hát ennyit erről a dologról.
A következő videóban akkor megnézzük, hogy egyáltalán ebből az egyetlen betűből hogy lesz szöveg, hogy lesz nekünk karakterláncunk, vagy szépen idegen szóval stringünk. No, én arra kérlek, hogy mindent, amit ma így csináltunk, otthon próbálj ki, és ugye értelemszerűen fordítsd le, futtasd le különböző verzióba, ahogy a videóba is csináltuk, és végezz el néhány alapvető műveletet. Ugye mi csináltunk negálást, illetve logikai tagadást, logikai nemet, bitenkénti nemet, elnézést, nem logikai, bocsánat, bitenkéntit. Csináltunk tulajdonképpen logikai és logikai bitenkénti vagy műveletet. No, ennyit már a tudomány és a technika világába. Találkozunk a következő videóba. Szerbusz!